A táblafestéket a többi festékhez hasonlóan felhordhatjuk fa és fényfelületre is. A felhordásához ecsetet vagy hengert is használhatunk. A festésre előkészített felület legyen sima és pormentes. Az egyéb festékektől eltérően a táblafesték szilárdabb és nehezen karcolódó matt felületet ad, ami a későbbiekben a krétával való rajzolást és az írást segíti, illetve vízzel letörölhetővé válik. Az ecsettel több irányból is húzzuk át a felületet, hogy a fa esetleges apró hibáit is jól befedje a festék. Száradás után mindenképp vigyünk fel egy második réteget is, hogy a kellő vastagságú, egyenletes felületet elérjük. A festék használatra kész állapotban van a dobozba, így hígítást nem igényel. A táblafestékünk vizes bázisú festék, így ha mégis nagyon besűrűsödne, kevés vízzel hígítható, de száradás után már vízálló, a későbbiekben nem tesz benne kárt, ha vizes szivacsal törölgetjük. Használat után a festőeszközöket szintén vízzel tisztíthatjuk, ez környezetbarát és takarékos megoldás.